Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Benne Baranya és Tolna megye legfrissebb sporthíreivel. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Az első fordulóhoz képest még nagyobb küzdelmet hozott a Magyar Atlétikai Szövetség új országos versenysorozata, a Mezei Liga második fordulója, amit ismét a versenyzők által megszeretett helyszínen, a Szekszárdi Sportközpont területén tartottak. A legnagyobb érdeklődés most is a két kitűnő középtávfutó, a szekszárdi Szemerei Levente és a veszprémi Szögi István Dániel összecsapását kísérte a felnőtt férfiak mezőnyében. A felettébb színvonalas, remek részidőket produkáló külön harcot 8 kilométeren, csak úgy, mint az első fordulóban, a veszprémi atléta nyerte. 7 másodperccel bizonyult gyorsabbnak Szemereinél. Igazi sportcsemegében lehetett része az atlétika kedvelőinek a Szekszárdi Sportközpontban a Mezei Futóliga második fordulójában, ismét Szekszárdon. Már az ifjúság és a junior versenyek is izgalmasak voltak, nem csak a dobogós helyzések szempontjából, hanem az üldözőboly különharca alapján is a jobb helyezésekért. Fókuszban persze most is a zárószám a férfi 8000 méteres táv volt. A mezőnyből kiemelkedő két futó, a szekszárdi Szemerei Levente és a veszprémi Szögi István Dániel várható különharca miatt. Ahogy azt a decemberi első fordulóban is megtapasztalhattuk. Akkor jobb hajrá készségével a veszprémi atléta nyerte ezt a távot. Mi lesz most? Vetődött fel a kérdés. Ugyan egyikőjüknek sem a mezei 8 kilométer a fő száma, egyáltalán a mezei futás, de mindketten oda tették ezúttal is magukat újra. Ennek jele, hogy a táv második felében, amikor az igazi nagy verseny elkezdődött a két kitűnő atléta között, egészen elképesztő, jóval 3 perc alatti ezreket futottak, nem is egyszer. Bizony szép, hiszen óriási verseny volt. Szögi legyőzéshez valami extra teljesítmény kellett volna, mert két körrel a vége előtt volt képes egy egészen elképesztő nagy robbantásra, ami a felkészültségben minden bizonnyal máshol tartó és más számokra készülő Szemereiben most január elején még nem igazán volt benne. Az 1500-ra készülnek, az a sokkal gyorsabban kell futni, sokkal gyorsabb munkát is végeznek, meg most inkább a 10000 felé húzunk. Két kör a vége előtt mondta edzőm a Gergő, hogy most már lassan figyelhetek, hogy kéne indulni, és akkor az utolsó körbe kezdtem el. Nem, másfél körrel a vége előtt kezdtünk egy gyorsabban futni, akkor én kezdtem el nagyobb tempót váltani, és utána kikerült engem, és akkor tovább futottunk. Taktikai gond nem volt, az előbb kellett volna neked hajrát nyitni? Nem gondolom. Talán lehetett volna egy körrel előbb, de így is jó volt. A győztes Szögi és Szemerei útjai úgy tűnik nem keresztezik egymást. A fő cél erre a szezonra mindenképpen a fedett pályás Európa-bajnokság, hogyha megtartják, ott 1500 méteren szeretnék indulni, valamint az olimpiára is szeretném kvalifikálni magam. 1500 méteren szeretnék kijutni, ezért szeretnék jól futni már fedett pályán is, ugyanis akkor is, hogyha nem futom meg a szintet, ami 3:35:00, a világranglista alapján, pontok alapján ki lehet jutni, hogyha több jó eredményt hozok, akár fedett pályán is már. Levinek egyébként csak eszköz, nem annyira fontos a közelgő fedett pályás szezon. 10000 szempontjából nagyon idén nagy célt tűztünk, hogy 10000 méteres Európa kupán részt vehessek majd, ami Londonban lesz, és lehet, hogy a 10000-en is gondolkodunk, hogy a 23-as Európa bajnokságon azon induljak majd. A kecskeméti márciusi mezei országos bajnokságon kívül ott is nagy csata lesz kettő között, azért valamelyik számban lehet évközben is újabb Szögi-Szemerei csata, nem is biztos, hogy az elsőségért. Hogyha 5000-en indulok meg én is, meg ő is, akkor ott össze mérhetjük az erőnket, meg fedett pályán 3000 méteren. Az idő a szekszárdi atlétának dolgozik, ő még csak 20, 5 évvel fiatalabb veszprémi riválisánál. Célkeresztben nála a nyári Európa-bajnokság, és ne feledjük, fő száma mindenképpen a 3000 méter akadályfutás, amivel remekül megfér együtt a 10000 méteres pálya, amelyben tavaly, mint ismeretes, felnőtt magyar bajnokságot nyert Szemerei Levente.
Kupa specialistának is nevezhetjük a szekszárdi UFC tinédzserekből álló női futszál csapatát. Még ma is beszélt téma, hogy tavaly nem csak bejutottak a lánykák a Magyar Kupa döntőjébe, hanem diadalmaskodtak ott az ismert válogatott játékosokkal teletűzdelt Asztrával szemben. De van új a nap alatt. Az idei versenysorozatban már is bejutottak a legjobb négy közé. Most Fortuna is annyiban azért kedvezett az UFC női focistáinak, hogy a negyed döntőben egy MB2-es élcsapat volt az ellenfelük, nevezetesen a fővárosi Csepel, és valójában már az első idegenbeli mérkőzésen eldőlt a továbbjutás sorsa. Ez érződött a napokban lejátszott szekszárdi visszavágón. Annak ellenére, hogy a pirosmezes MB2-es vendég csepelieket 6-2-re legyőzték, a sárga-fekete, ezúttal hazai környezetben pályára lépő szekszárdi UFC-s futzálos lányok, a visszavágó mégsem lett sima meccs. A fővárosi csapat elveszett labdát nem is verve, hajtott, küzdött végig, amivel végül is eltüntette az osztálykülönbséget. Az UFC-nek végig figyelnie kellett a védekezésre, igaz az első 10 percben a szekszárdi csapat többször került olyan közeli, gólhelyzettel egyenértékű lövőhelyzetbe, amelyekből illet lehetett volna legalább egy gólt szerezni. De a lehetőségek a pesti mérkőzéssel ellentétben ezúttal kimaradtak. A folytatásban a meccset abszolút nyíltátevő csepeliek sem jeleskedtek a befejezésekkel, igaz, a szekszárdi kapuvédők is nagyon a helyükön voltak, amikor kellett. Hát ezért is lett 0-0 a visszavágó, ami már ugye nem osztott, nem szorzott, az első meccs alapján eldőlt a továbbjutás. Emiatt a vendégek edzője önmarcangoló nyilatkozatot adott a meccs után, magát okolva ezért. Kijelentető, hogy túlgondolkodtuk a mérkőzést. Mi nagyon szerettünk volna egy zárt védekezésből kontrákat kialakítani, ebből nagyon hamar gól tudott a két-három rossz védekezésünkből gólt rúgott a szekszárd. Még ott az elején tudtunk egyszer egyenlíteni, meg egyszer 3-1-nél följönni 3-2-re, a második félidőben viszont agyonvertük saját magunkat. Büntetőt csináltunk, félpályán túlról kaptunk gólt, butaságból kaptuk a negyedik gólunkat is, és ez eldöntötte a mérkőzést. A nyílt játék bevállalása a visszavágón mondhatni bejött. Igaz, a szekszárdi UFC játékosai, noha edző elnök nem mondott ilyet, a négy gólos előny birtokába azért, ahogy mondani szokás, a tudat alatt kiengedtek. Az első 10 perc az jó volt, tehát ott gólokat, az elején gólokat kellett volna rúgnunk, és akkor megnyugodhattunk volna teljesen. A Csepel eljött ilyen mindegy-mindegy alapon, mindent beleadtak, jó játszottak önmagukhoz képest, tehát elismerésre méltó, amit csináltak, és ahogy játszottak. Tudtuk, hogy egy masszív csapatról van szó, aki nagy pályán is elég jól szerepel, tehát fizikálisan gondjaik nem lesznek. Nekünk vannak természetesen, sok a sérültünk. Ugye hiába volt ekkora kis padunk, annak a fele sérülten ült ott a padon. Másik fél idő már nem olyan, nem tetszett, kapkodtunk, talán túlzottan is nyugodtak voltunk. Kértem tőlük, hogy legyünk nyugodtak, ne idegeskedjünk, mert nincs miért. De úgy gondolom, hogy tehát a lányok lehet, hogy ezt kicsit túlzottan megnyugodtak. A szekszárdi 17 éves játékosokból is álló Csikó csapatra nem csak a Magyar Kupa 4-es döntője vár, ahová címvédőként utaznak, és persze az is, hogy biztosítsák élvonalbeli tagságukat. Elnézve, hogy mennyit fejlődnek, és fejlődtek már hétről hétre a fiatal játékosok, mennyire jó a közösségi szellem, erre, mármint a bennmaradás kiharcolására igen jók az esélyek. Talán arra is, hogy egy volt válogatott játékos Meggyes Ágnes csatlakozásával, aki már a Csepel elleni meccsen is pályára lépett, a Magyar Kupa 4-es döntőjében esetleg újabb skalpokat gyűjtsenek be, netán újra döntőzzenek. Sajnos momentán vágyálom, hogy a Magyar Kupa 4-es döntőjét Szekszárd rendezze, elnyerje azt, pedig lenne rá jócskán nézői igény, és tegyük hozzá gyorsan, a lányok a tavalyi és már az idei teljesítményük után is nagyon megérdemelnek. Az elmúlt év sportegyüttműködésre címre érdemesült az a hármas összefogás, ami valóban példaértékű a Tolna megyei sportban, egészen pontosan egy sportágban, a férfi kosárlabdában. Az NB1-es élcsapat, az atomerőmű ese,
kölcsönös előnyökön alapuló szerződést kötött a szekszárdi gyermek kosárlabda esével és a már régebb óta NB1-B-s felnőtt csapattal is rendelkező Bonyhádi kosárlabdaklubbal. A szakmai átjárás abszolút biztosított, már adott játékost fölfelé a bonyhádiaknak a szekszárdi klub és a bonyhádi csapat is az ASE felé. De ennek a példás kooperációnak már nyertese a Bonyhád, hiszen ideigazolt paksi ifik és juniorok nélkül ma már nem lenne megoldható az NB1-B-s csapat szerepeltetése. Erről is beszélt Morgan Frigyes edző, aki viszi a bonyhádi felnőtt csapatot, miközben a paksi utánpótlásgárdákat is edzi, felügyeli. Lépett egy nagyot a megyei kosárlabda óriás atomerőmű ESE, a költségvetéséből juttat a megyei csapatok utánpótlás nevelésének támogatására férfi vonalon. Szerződést kötöttek ugyanis a második számú Tolna megyei férfi csapat a Bonyhádi KSE-nél a völgységi csapat NB1-B-s szerepléséhez átenged ifi és juniorkori tehetségeket, és az is elvárás a támogatás fejében, hogy a Bonyhád a saját utánpótlás képzését mind mennyiségi, mind minőségi értelemben növelje. Miután tud majd feladni tehetségeket idővel az ASE nagy csapatába. Hasonló szerződés köttetett a szekszárdi férfi gyermek kosárlabda klub támogatására a Paksi klub részéről, akiket az utazásban, a versenyeztetésben is támogatnak. Tőlük is remélnek játékosokat a későbbiek során, de az első lépésben már azzal is elégedett lenne mindenki, ha a felnőtt csapattal nem rendelkező szekszárd előbb a Bonyhádhoz adna fel egy-két játékost. Példaértékű együttműködésről az ASE utánpótlás szakág vezetőjét, a Bonyhád KSE felnőtt csapatának edzőjét, Morgan Frigyest kérdeztük. Próbálunk haladni ezen az úton, ami az alapvetésünk, ugye, hogy a Tolna megyei fiatalokból a legügyesebbeket megpróbálni foglalkoztatni ugye a bonyhádi kosárlabdával, és miután a zöld csoportban, hogyha olyan teljesítményt nyújtanak, akár a későbbiekben az A-csoportos paksban is pályára tudjanak lépni, hiszen erre látunk most is jelen pillanatban példát, ugye nyilván különböző problémák léptek föl, illetve a vírushelyzet is közrejátszott, ebből adódóan az itt pattogtató fiatal tehetségek, akik ilyen 20 év körül játékosokról beszélünk, ők jelen pillanatban már nélkülözhetetlenek az ASE felnőtt számára, így a mai napon 4 ilyen meghatározó, vagy úgy is mondhatnám, kezdő játékosunkat nélkülözni kellett. De mivel prioritást élvez az A-csoportos csapat, ezért mivel nekik ott van most feladatuk, így változik a játékos állomány, és mindig hétről hétre derül csak ki, hogy valójában milyen kerettel tudunk mérkőzéseket játszani. Ez mit hiányoztak ma? A Pubbence hiányzott, a Pajor Dávid hiányzott, a Kalmár Viktor hiányzott, illetve a Verrasztó Péter hiányzott. Az együttműködés konkrét eredménye már az ASE és a Bonyhád között, ami a szerződés előtt is megvolt, képzett játékosokban lemérhető. Nekünk igazából az eredmény, ugye, ami az egész, amiért létre lett hozva, az valamilyen szinten most révbe ért, hiszen most is tanúbizonyságot tesz az, hogy azok a játékosok, akik már 2 éve vagy egy picit régebb óta is már Bonyhádon játszottak, és mindig megkapták azt a 25-30 percet, azok jelen pillanatban most az A-csoportot erősítik. Így ilyen szempontból már kaptunk egy pozitív visszaigazolást. És már kezd működni a szekszárd-bonyhád viszonylatban is a dolog, elég ha csak arra gondolunk, hogy a 17 éves szekszárdi tehetség Heyman Gergő már rendszeresen szerepel a Bonyhád NB1-B-s férfi csapatában. Múlt héten kezdte meg a felkészülést az újoncként a második helyen telelő PMFC, a Merkantil Bank Liga 2021-es tavaszi szezonjára. Az együttes Harkányban egy 3 napos csapatépítő és állóképességet fejlesztő edzőtáborban vett részt, majd szombaton már edzőmérkőzést játszottak Vas László tanítványai.
Felkészülési mérkőzésen fogadta az MB2-es PMFC az MB1-ben szereplő Paksi FC labdarúgó csapatát szombaton. A jó iramú találkozó első gólját a pécsi Katona Levente szerezte a harmadik percben, de Bognár György együttese már az első félidőben kiegyenlített, majd a második játékrészben fordítani is tudott. A zárt kapuk mögött Szentlőrincen rendezett mérkőzés 3-1-es Paksi győzelemmel ért véget. Akár egy edzésből, akár egy mérkőzésből felkészülés alatt sok mindent kell, hogy levonjunk. Erről is szól a felkészülés, hogy amikor elindul a bajnoki szezon, akkor optimális állapotba kerülhessünk. Nyilván a srácok kőkeményen dolgoztak a héten is. Ma is úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat, amiket ebben a mérkőzésben elképzeltünk, próbáltuk megvalósítani. Nyilván vannak benne javítandó dolgok. Ezek alatt értem azt, hogy próbáltunk egy újabb játékrendszert is. Ezen belül akadtak hibák és hiányosságok, de ezért van a felkészülési időszak, hogy a kemény munka mellett ezeket a taktikai simításokat is a bajnoki rajtig a legjobban helyre tudjuk rakni. Nyilvánvaló felkészülés, mérkőzés. Mindig azt mondom a srácoknak edzésen és edzésjátékokban és a mérkőzéseken is, mindig próbáljanak a legtöbbet nyújtani, és mindig olyan szándékkal fölmenni, hogy minden egyes helyzetből a maximumot kihozni. És ez alatt most is azt mondtam nekik, hogy egy edzőmérkőzés az jó arra, hogy a jelen pillanatban lévő helyzetünket felmérjük, de próbáljanak meg nyerni. Tehát ez a fajta szándék mindig legyen bennük. Nem úgy alakult, az ellenfél ma jobbnak bizonyult nálunk, ettől függetlenül voltak pozitív momentumai mérkőzésnek. Rengeteg helyzetet tudtunk, sok helyzetet tudtunk kidolgozni, itt hatékonyabbnak kell majd lenni jövővel kapcsolatosan, meg azért a védekezésben is 3 gólt kaptunk, van mit javítani, és van hova fejlődni. Jól sikerült szerintem az edzőmérkőzés az eredmény ellenére is. Egy nagyon kemény héten vagyunk túl, már előtte is a szabadságunk alatt is nagyon kemény futásokat csináltunk, úgyhogy mindenki a srácok beletették a maximumot, ez már erre volt elég. Gyakoroltunk új formákat, új taktikai elemeket, úgyhogy még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy szerintem ez egy jól sikerült edzőmérkőzés volt. Nyilván vannak még csiszolnivalók, de az 3 hét alatt bőven lesz időnkre. Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője elmondta, hogy a PMFC remek ellenfél volt, és hozzátette, hogy az MB2-ben az egyik legjobb hozzáállású gárda Vas László együttese. Szerintem az edzőmeccsnél nincs jobb felkészülés, tehát nem lehet úgy edzeni és olyan intenzitással, mint játszani. Pláne, hogyha van egy olyan ellenfél, mint ma nekünk a Pécs, rendkívül jó felfogásban játszanak, nagyon jó filozófia ez a futball. Az MB2-ben talán az egyik legjobb futballt játszó csapat. Agresszív labda felé védekezik, bátran fölvállalják a játékot, és ez szerintem minden edzésnél többet ér. Lesz még 3-4 edzőmeccsünk, kénytelenek vagyunk, azért nyilván mindenki a pihenő időszakban variál egy kicsit a csapatával, mi is próbálkozunk különböző játékosokkal más posztokon. Szükség van ezekre, hogy lássuk, hogy megy vagy nem megy. Az is jó, ha azt látjuk, hogy nem megy. A PMFC szombaton a Soroksár FC-hez utazik a Soros edzőmérkőzésre. Hazai pályán szenvedett szoros vereséget a PTE Peac női röplabda csapata az Extraligát anyagi gondok miatt nem vállaló Jászberényi Röplabda Klub elleni NB1-es találkozón. A pécsi csapatban a tavaly kötött együttműködési megállapodásnak köszönhetően több fiatal, tehetséges kaposvári játékos is helyet kapott. A cél, hogy a régió gárdái országos szinten is elismert csapatok legyenek. A PTE Peac NB1-es női röplabda csapata a szezon első felében 5 mérkőzést tudott lejátszani, ezek közül 1 találkozóért véget pécsi győzelemmel. A fiatal kaposvári lányokkal kiegészülve a pécsieknek sikerült elérniük az elsődleges célt, hiszen a jászberényi idegenbeli meccsükön 3-0-ás győzelemmel hagyhatták el a pályát. Január 9-én ugyanez a Jászberényi Röplabda Klub volt a pécsiek ellenfele, de ezúttal más volt a játékképe. A végig szoros találkozó a vendégek nyertek 3-2-re, így ezúttal a Jászberény vitte el a 3 pontot. Tipikus női meccs volt szerintem, nagyon hullámzó volt, voltunk nagyon fönt, voltunk nagyon lent, sajnos nem mi jöttünk ki most jól ebből, az eredményből is látszik, hogy egy 3-2-es meccset játszottunk, az 5. szett az meg már olyan, hogy kiki, éppen kinek jön be több ütése, kinek jön be több extra, sajnos nem mi jöttünk ki most ebből jól. Az Extraligát anyagi problémák miatt nem vállaló Jászberény az alapoktól kezdte az építkezést az NB1-ben. Kiestünk az Extraligából, és tulajdonképpen pénz problémáink voltak, az önkormányzat nem adott elég pénzt, ezért visszaléptünk az Extraligától.
minden profi játékost tulajdonképpen elment tőlünk. Ezek a lányok, ezek nem fizetett játékosok, 15-16-17 évesek, serdülő és ifikorú játékosok, és tudtuk, hogy az NBA-nek nekünk azért magas lesz, de úgy érzem, hogy amióta együtt dolgozunk, egyre jobban összeállunk, és hát már az előző meccseken is megmutattuk, hogy egy-két szettig tudunk koncentrálni. Hát most is azért a gyerekes hibák kijöttek, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon örülök annak, hogy megnyertük. És ez miattuk nagyon fontos, mert elfelejtettek győzni, most meg egy már sikerült legalább. Az NBA egy erős, az a helyzet, hogy én nagyon sokszor mondom el a szövetségnek azt, hogy például NBA-ben én nem engednék külföldi játékos játszani. Ugye tulajdonképpen a Pécs meg nálunk nincsen külföldi játékos, a többi helyen van, viszont az Extra Ligában meg engedném, hogy hadd játszanak többen, mert egy klubnak saját érdeke, hogy vagy beteszi a magyart, vagy nem, de itt NBA-ben semmiképpen nem engedném. Ezáltal ez az NBA-1 ez erős. Erős, sok jó játékos van. Tavaly nyáron kötött együttműködési megállapodást a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub, a Kaposvári Női Röplabda Klub, valamint a Kaposvári Röplabda Akadémia. Az együttműködési megállapodással egy időben nevezték ki hivatalosan Horváth Alexandrát, a PEAC felnőtt női röplabda csapat vezetőedzőjének. Nagyon jól működik az együttműködés, hiszen majdnem minden meccsre jönnek a kaposvári fiatalok és erősítenek minket. Ebben a helyzetben ránk is fér, hiszen a vírus miatt nálunk is több olyan játékos van, aki kisebb, rövidebb időre kiesik, és most is három kaposvári játékos erősített minket, kellett is. De sajnos mégsem jöttünk egy összesen. Elsődleges célunk, hogy megmaradjuk az NB1-ben, és szerintem jó úton haladunk afelé, hogy megvalósítsuk a célunkat. A cél, hogy a dél-dunántúli régió mind utánpótlás, mind amatőr felnőtt, mind pedig profi felnőtt szinten is az ország meghatározó szereplője legyen. 25 ponttal bizonyult jobbnak a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata a legutóbbi találkozón, így hazai győzelmük után idegenben is sikerült legyőzniük a fiúknak a Jászberényi KSE együttesét. Most az OSE Lions érkezik Pécsre, akiket a 2020-as év utolsó mérkőzésén 17 ponttal múltak felül a pécsiek. A hétfői edzésen egy új játékos, Martinez Ralf is feltűnt a csapatban. December elején 120-102-re sikerült legyőzni a Jászberényt hazai pályán. Egy hónap elteltével pedig idegenben is megismételte győzelmét a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Ezúttal 25 ponttal voltak jobbak ellenfelüknél Dragan Alexics tanítványai. Szerdán már hazai pályán az oroszlány ellen próbálja meg begyűjteni idénybeli 8. győzelmét a PVSK Veolia. Ez a győzelem a playoff szempontjából kulcsfontosságú lenne. Nyertünk a Jászberény ellen, igen, ráadásul 25 ponttal. A meccs első 3-10 perce azonban nem volt túl könnyű, de a végjátékot jobban bírtuk, így sikerült győznünk ennyire nagy arányban. Szerdai ellenfelünk, az OSE ellen 10-15 nappal ezelőtt játszottunk már, jó volt győzelemmel zárni az évet. Az OSE egy fizikális csapat, run-and-gun támadó kosárlabdát játszanak, ami sok pontot eredményez. De mivel ott is nyertünk, bízom benne, hogy itthon is fogunk. Martinez Ralf a Budapesti Honvédnál kezdett kosárlabdázni, és a 2019-es év nyaráig ott is játszott, valamint az U20-as válogatott tagja is volt korábban. Tavaly előtt igazolt Körmendre azzal a céllal, hogy még jobban a kosárlabdára koncentrálhasson. A 2021-es év újabb változást hozott a sportoló életében, hiszen hétfőn már a PVSK Veolia csapatával edzett a fiatal, tehetséges játékos. Igazából azért Pécsre esett a választás, minden után itt reménykedem abban, hogy meg tudom mutatni, ami bennem rejlik, és tényleg hasznos tagja lehetek a csapatnak. De a szerbek azért eléggé munkás edzéseket végeznek el, és sokkal erőteljesebbet, ezért is szeretnék itt is fejlődni mindenféle pozícióba, vagy akár szituációban helyet tudjak állni. Ez a baj, szerintem alapvetően a bajnokság erősebb annál, amit most jelenleg mutat, mert tényleg a sok kimaradás sok csapatot meg tud gyengíteni, és nem feltétlenül abban a pozícióban helyezi őket, ahová való. A PVSK Veolia OSE Lions összecsapás január 13-án szerdán 18 órától lesz zárt kapuk mögött a Lauber Dezső sportcsarnokban. Önök Pálya című sportmagazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!